Szeretettel köszöntöm Önöket! Közeledik az év vége, ilyenkorra formálódnak azok a szabályok, amelyek a jövő évi adózást és járulékfizetést érintik. A már elfogadott és hatályos rendelkezésekről is hallhatnak gazdasági magazin műsorunkban, mindenek előtt azonban a gazdaságtudományi oktatásról új fejezet nyílt a szolnoki felsőoktatásban azzal, hogy a sok integrációt és átszervezést megélt gazdasági főiskola a 2019-2020-as tanévtől kezdve a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának részeként indíthatta a képzést. Köszöntöm stúdiókban a kardékányát, a dr. Pető Károly egyetemi tanárt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Dékán úr, hogyan sikerült integrálódni? Tehát a papíron Gondolom, hogy kicsit gyorsabban ment, vagy nem? Köszönöm szépen a meghívást először is, és én is üdvözlök mindenkit. Az integráció az valóban mindig, vagy hosszabb, vagy rövidebb folyamat. Azt elmondhatjuk, hogy a, a Kecskeméti Egyetem szolnoki telephelyen működő karának beolvadása a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karába egy rövid, de intenzív munka következménye. Ez azt jelenti, hogy ez a munka talán ez év tavaszán kezdődött, és augusztus 1 ével a szolnoki telephelyen működő, de a gazdaságtudományi kar képzéseit szolgáló oktatói gárda már a Debreceni Egyetem munkatársaként kezdte meg a, a munkáját szeptember 1 és azok a hallgatók is, akik a szolnoki telephelyen nevezzük így kampuszon tanulnak, már a gazdaságtudományi kar hallgatójaként folytathatták a tanulmányaikat, illetve a szeptember 1-én felvételt nyert hallgatók már a Debreceni Egyetemre iratkoztak be. Én azt tudom elmondani erről az egyesülésről, hogy, hogy valóban problémamentesen zajlott le, valóban az idő rövidsége ellenére sikerült felkészülni és megoldani azokat a feladatokat, amelyek lehetővé tették azt, hogy szeptember 1-én elindulhatott az oktatás már a Debreceni Egyetem részeként. És jövőre már újabb szakok is indulnak, hiszen most, ha jól tudom, kb. 700-an tanulnak szolnokon a Debreceni Egyetem gazdasági-tudományi karának részeként. Ebből 7 alapszak közül választhatnak, és 9 mesterszakot is indít a, az egyetem. De ebből szolnokon mi a hozzáférhető? Mielőtt erre a konkrét Jó. kérdésre is válaszolnék, hadd, hadd mondjam el előjáróban azt, hogy egyáltalán az egyetem, illetve a kar, hogyan is jelenik meg a szolnok életében, a szolnoki hallgatók életében, mi az, amit hoz a Debreceni Egyetem a, a szolnoki közösségnek, a szolnoki kollégáknak, a szolnoki hallgatóknak. Ugye a Debreceni Egyetem egy 28 ezer hallgatóból álló egyetem, ez azt jelenti, hogy 14 kar van a Debreceni Egyetemen, ahol a különböző oktatási területeket műveljük, és ebből az egyik kar a gazdaságtudományi kar. Hogyha a létszámokat tekintjük, akkor létszámát tekintve a legnagyobb kar a Debreceni Egyetemen belül. A szolnoki integrációt követően és az azt megelőző állapotot tekintve is jelenleg több mint 5000 hallgató tanul a mi karunkhoz tartozó szakokon, és valóban az ön által említett 700 az, ami jelenleg a szólnokra beiratkozott hallgatói létszám. Én úgy gondolom, hogy ha tervekről, a jövőről van szó, akkor az nyilvánvaló egy bizonyos rendszer mellett valósítható meg és képzelhető el. Ebből azt kell látni, hogy a Debreceni Egyetemen a gazdaságtudományi kar oktatói gárdája az egy olyan 120-140 fő alkalmazottat, oktató tanár jelent. Uh -huh a tíz intézetben oktatnak ezek a kollégák, és az integrációt követően mi úgy láttuk jónak, hogy a teljes integráció az azt jelenti, hogy a szolnoki kollégák is idézőjelben integrálódnak a, a gazdaságtudományi egyetem intézeteinek a rendszerébe, és ebből adódóan ki-ki az oktatási területének, kutatási területének, szakterületének megfelelő intézetekhez kapcsolódott Debrecenben. Mi szeretnénk azt, hogy a, a 120 kilométeres távolságot leküzdve ez, a, ez az integráció valóban teljes legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy az eddig mondjuk szolnokon oktató csak szolnokon, ez nagyon ritka az egyetemi világban, hogy valaki csak egy intézményen belül működjön, de például itt főként itt oktató tanító egyetemi tanár, az órákat ad Debrecenben is, és tart kurzusokat. Ezt így kell elképzelni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a lehetőség adott, és amennyiben ezt az oktatási feladatok igénylik, akkor ez így valósul meg. Mint ahogy szeptembertől is van már erre példa, bizonyos oktatási feladatokat a Debrecen Egyetem oktatói látnak el, és bizonyos feladatok megoldásában szólnak ki, kollégák is részt vesznek. Egészen biztos, hogy a vizsgáztatások ilyenek, amikor kölcsönösen. Kisegítjük, kiegészítjük egymás vizsgabizottságait, a záróvizsgák, szakdolgozatok védése az különösen ilyen feladatot jelent, és abban az esetben, hogyha a, arra gondolunk, hogy valóban az előbb említett alapszakok, felsőoktatási szakképzési szakok száma bővül szólnokon is, akkor ez minden bizonyal szükségesé teszi azt, hogy ilyenféle. Megoldásokhoz is nyúljunk, hogy a Debreceni Egyetem men oktatók, már helyileg oktatók kollégák azok szolnokon is kapjanak feladatot, és ezt fordítva is így gondoljuk. Hogyha a bővítésről szeretnék beszélni, vagy a jövőről szeretnék beszélni, akkor az valóban azt jelenti, hogy az eddigi szolnoki feladatokat látva, a Elsősorban a felsőoktatási szakképzési szakok voltak a meghatározóak, ez a négyfél éves képzéseket Igen. jelentette. Természetesen voltak szolnokon az alapképzéshez tartozó, a három és fél éves képzéshez tartozó szakok is a gazdaságtudományi területen, úgy mint a kereskedelem, marketing, úgy mint a turizmus, úgy mint a pénzügy szak, hogyha az alapszakokat... Szeretnénk kiemelni ebből a sorból, ugye ez mind a gazdaságtudományi területhez tartozott. Hiányzott egy olyan képzési terület, ami, ami egy kicsit az agrár a vidékfejlesztés irányába szól, és úgy gondoljuk, hogy mivel Szólnok is az a térség, ahol ilyen jellegű szakemberekre van igény, a következő évtől szeretnénk indítani a vidékfejlesztő agrármérnök szakunkat. Alapképzésben? A alapképzési szakba, a három és fél éves képzési ciklus tekintetében, és úgy gondolom, hogy erre minden bizonyal számos jelentkező is lesz majd. És hát szeretnénk a, tovább erősíteni a gazdaságtudományi képzéseket, ahol egy kvázi alapszaknak tekinthető gazdálkodás és menedzsment szakot is fogunk indítani, alapképzési szakként a, szólnoki szolnoki képzőhelyen is. Ez egészen biztosan már a következő tanéppen új lehetőséget jelent majd a felvételizők számára. És ezt már olvashatjuk a tájékoztatóban is? Hamarosan, hamarosan, igen. Ugye mindig megjelenik az első kötet, az rendszerint valamikor karácsony tájékoztatóban szokott megjelenni. Ez a kötetet idézőjelben mondom, mert ma már csak elektronikus formában jelenik meg, és az úgynevezett pótkötet az első kötetből kimaradt és közben engedélyezett szakok szoktak megjelenni pótkötet formájába, januárra várható, de ugye a februári beadási határidő előtt lesz ez jóval, úgyhogy minden bizonyal időben értesül erről mindenki, és természetesen a kar munkatársai, mind ebreceniek, mind a részt vesznek különböző beiskolázási programokba. Nyílt napot is fogunk szolnokon is rendezni, ez január 25-én lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, és ott minden bizonyal már arról tudunk beszámolni, hogy láthatják a, a pótkötetben megjelent szakok listáját is az érdeklődők. Tehát akár az új szakok is belekerülhetnek, nem hogy akár, hanem abban már biztosan benne lesznek, viszont van még valami, amiről beszélgessünk, hiszen mielőtt beültünk volna a stúdióba, említette, hogy bizonyos szakokon módosul a képzési idő, tehát hosszabbodik. Például a turizmus vendéglátás már nem három és fél éves, vagyis hét szemeszteres lesz, uh -huh. hanem több. Igen, egyelőre két olyan szak van, ami képzési portf portfóliumban ami a idő megváltozását jelenti a következő évben felvételiző hallgatók számára már. A turizmus vendéglátás és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakos esetében a 7 fél év helyett 8 fél év lesz a képzési idő, és a képzés idő. Hát ez az alapszakon, utána a mesterszak ugyanúgy megmarad? A két... Mesterszakot nem érinti a nem, változás okay. pillanatnyilag, az továbbra is négy fél éves marad ebbe uh -huh. az esetben. Itt viszont a plusz fél éve, az plusz gyakorlati fél évet jelent, amely nemzetközi környezetben eltönte, eltöltendő fél évet jelent a hallgatóink számára. Nyilvánvaló, ez azért van így, mert mindkét szak olyan, ahol jellemzően a végzettek nemzetközi környezetben találnak majd munkát, és hát szeretnénk olyan feltételeket teremteni számukra, ahol ez a nyelvi gyakorlás és hát a nemzetközi feltételeknek a megismerését is jelenti számukra. Hát a gyakorlati képzés a kar életében egyébként is nagyon fontos, és egyre nagyobb szerepet kap. Még itt a beszélgetésünk végén beszéljünk erről is, hiszen duális képzésük is van. Igen, talán ha, még szólnokon nincs, de majd talán ha, lesz. Igen. Ha a gyakorlati képzések fontosságáról beszélünk, akkor talán. Talán azzal tudnám ezt leginkább illusztrálni, hogy olyan ezer vállalkozással, vállalattal van pillanatnyilag szerződéses kapcsolatunk, ahol a hallgatóink gyakorlati időt töltenek. Ez a jelenleg lévő oktatási szisztémához kapcsolódik. A másik egy viszonylag új, a duális képzési forma, ami nem pusztán gyakorlatokat jelent a hallgatók számára, hanem bizonyos ismereteket már egy munka mellett szereznek meg, külső cégeknél, vállalkozásoknál. Erről azt tudom elmondani, hogy jelenleg 40 olyan nagyvállalat van, akivel ilyen oktatási kapcsolatunk van, ahol hallgatóink már tanulmányaikat folytatják. Ez a duális képzés viszont csak mesterképzés formájába érhető el nálunk. Úgy gondoltuk, úgy gondolják a fogadó partnerek is, hogy a gazdaságtudományi képzések sajátosságából adódóan igazából már egy bizonyos alapszintű ismeret, alapdiplomával rendelkező hallgatók azok, akik a duális képzésben sikeresek lehetnek. Erről is beszélgetünk majd, remélem hamarosan, ha eljön hozzánk a következő szemeszterben is az újdonságokról és egyéb dolgokról beszámolni. Dékán úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és a vendégünk volt itt a mérlekben. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és természetesen élni fogok a lehetőséggel a továbbiakban is. Köszönöm Bár... szépen. Várjuk majd szeretettel. Mi pedig, kedves nézőink, folytassuk egy kis statisztikával. Nem emelkedett a foglalkoztatottak száma, és nem csökkent a munkanélküliségi ráta sem augusztus és október között az előző hónapokhoz képest. A foglalkoztatottak száma 4 .520 .000 volt, miközben 164 ezeren voltak munkanélkül. A külföldi telephelyen dolgozókat és a közmunkásokat leszámítva hónapok óta 4 290 ezer körül ingadozik a foglalkoztatottak száma Magyarországon. A szezonálisan igazított adatok, valamint a közmunkások nélkül számított munkanélküliségi adat is fordulata jeleit mutatja, amely újra közelíteni kezdett a 6%-hoz év vége közelettével pedig egyre gyakrabban cikkezik a szaksajtó a jövőre várható adó- és járulékváltozásokról. Szinte biztos, hogy lesznek majd kisebb-nagyobb módosítások, hiszen a gazdaság is változik. A jogszabályi kereteket pedig mindig a való élethez kell, kellene igazítani. A vállalkozókat érintő várható adóváltozásokról azonban még nem beszélgethetünk Csányi Péterrel, a NAV Jász Nagypulszolnok megyei igazgatóságának szóvivőjével, mivel azokat még nem fogadta el a parlament. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszöntöm a mérleg stúdiójában. Tehát amire Én még szépen. nincs parlamenti áldás, arról még nem beszélhetünk. Arról viszont beszélgethetünk, hogy közreműködőket keres a NAV. Miben kérik a közreműködést és kitől? Ez már egy régebbi indítatású feladata a nav 2018-ban, amikor az általános közigazgatási rendtartás jogszabályilag elfogadásra került, akkor ez a jogszabály meghatározta, hogy bizonyos eljárási cselekményeket, nevezetesen, hogyha a közigazgatási szerv hoz egy végrehajtható határozatot, majd mindjárt mondok rá példát, Igen, és, azt a, és azt a kötelezet nem hajtja végre, ezt a határozatot, akkor ennek a végrehajtására a Nemzeti Adó és Vámhivatal jogosult és köteles. Mit kell itt érteni? Hát az a szituáció állhat elő például, hogy van egy életveszélyes épület. Annak a bontását elrendeli a megfelelő hatóság, közhatóság, viszont a tulajdonosa az épületnek ennek nem tesz eleget, tehát nem bontja le. Ebben az esetben a bontást azt a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási szervezetének kell végrehajtani. Hát ugye az adóellenőrök nem tudnak házat bontani. Még a végrehajtók sem. Tehát ezért kell egy olyan speciális szaktudással rendelkező kör, egy vállalkozói kör, akit ebbe az eljárásba be tudunk vonni. És most erre egy olyan lehetőség kínálkozik a jelenlegi rendszerben, hogy regisztrációval bekerülhetnek ezek a vállalkozások az adóhivatal rendszerébe, és majd, ha szükség lesz az ilyen speciális szaktudásra, Akár épületbontás, veszélyes fakivágás, takarítás, ilyen dolgokra kell gondolni, akkor ezek közül a regisztrált vállalkozások közül három darabot választ ki a területileg illetékes NAVSERV, és őket meghívja egy pályázatra. A pályázaton pedig a legolcsóbb ajánlatot tevő, tehát a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás fog nyerni. Ez mindenki számára előnyös. A feladat el lesz végezve szakszerűen lesz elvégezve, a legolcsóbban lesz elvégezve, ami azt jelenti, hogy természetesen ez nem az állam költsége, nem ott marad ez a költség az állam nyakán, hanem ezt az adós, aki itt a végrehajtásra kötelezett volt, tehát itt a háztulajdonos például, az vagy előző a előző példámból, vagy a fa az ő terhére fogjuk ezt kiróni, és őtől fogjuk beszedni. Tehát itt most olyasmiről van szó, ahogy említette is, hogy épületek bontása, fa kivágás, vagy pedig egy elhanyagolt épület takarítása, mert az is lehet köz- és életveszélyt okozó terület. De melyek azok, hol találhatják meg a vállalkozók azt, hogy milyen területekről várnak jelentkezőket? Mert gondolom, hogy nem alapvetően a szolgáltatóiparra cél irányul ez a Felhívás. Oda is irányul, hiszen egy másik típusú ügyben pontosan őket, a kereskedőket várjuk, hogy jelentkezzenek. Hogy ez a másik típus az a romlandó élelmiszerek, vagy olyan termékeket előállító vállalkozásoknál felmerülő értékesítési kényszer, ahol ilyen élelmiszerek előállítása vagy termékek előállítása történik meg. Ilyen esetben ugye azonnali végrehajtást ír elő a jogszabály. Tehát magyarul a lefoglalt dolgot, a lefoglalt holmit, árut, terméket azonnal értékesíteni kell. Ez az értékesítés, ez az azonnaliság azonban nagyon nehéz, hogyha az általános szabályokat tekintjük, hiszen egy árverési hirdetmény kifüggesztése, vagy elektronikus úton történő meghirdetése, ott a kifüggesztésnek az időtartama, ennek mind jelentősége van. Uh -huh. Tehát ezt gyorsan kell, azonnal kell intézni. Ebben a regisztrációban tehát azokat is várjuk, akik olyan termékek, élelmiszerek, vagy romlandó áruk kereskedelmével foglalkoznak, akik szeretnének ebbe beregisztrálni, és őket, tehát mind a két típusú regisztrációt elektronikus úton az ANK, tehát az általános nyomtatvány kitöltő alkalmazással lehet regisztrációt megvalósítani. Feltétel gyakorlatilag csak egy van, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba kell szerepelni ezeknek a vállalkozásoknak, illetve nyilván, ha speciális szaktudás, szakértelmet vagy eszközparkot igényel maga a feladat elvégzés, akkor ezekkel rendelkezni kell. Ugye lehet olyan magas fakivágás, hogyha már erre ezt említette, igen amihez bizony alpin technika kell, hát az nem minden vállalkozásnak van meg, hogy ilyen engedéllyel rendelkezzen. Tehát olyanokat várunk, akik ilyen speciális szaktudással rendelkeznek. Tehát ebbe az ANK alkalmazásba a KS elnevezésű nyomtatványon lehet és kell beregisztrálni. Ezt bárki megteheti, tehát érdemes megnézni ezt a honlapon keresztül is elérhető, de hát a mai világban már az elektronikai felületek nem újdonságként hatnak a vállalkozók számára. És ez a területhez kötött, mert most mondjuk valaki azt mondja, hogy hát igen, itt van nekem a csodálatos gépparkom, és van is néha napján szabad kapacitásom, és akkor a, egyszer csak beregisztrál, és kiderül, hogy el kéne mennie fát fátgajazni. Hát ha olyan speciális a szakte, szaktevékenység, ami mondjuk nagyon kevés vállalkozó végez az országban, akkor bizony ilyen is előfordulhat, de egyébként a vállalkozás megjelölheti azt, hogy ő mely, az országnak mely területén, mely régiójába vállalna ilyen tevékenységet. Tehát ez jelölhető az adatlapon. Tehát akkor arra biztatjuk a vállalkozásokat, hogy hát csatlakozzanak, a Csatlakozzanak hozzánk mindenképpen, igen. És akkor most további változásokról beszélgessünk, mert ugye azokról, amikről cikkezik a szaksajtó, még nem tudunk, majd hamarosan talán tudunk, hát de van-e, amiről már tudunk? Annyit tudunk, hogy a december 5-6-7 az országgyűlési ülésnapokon kerül beterjesztésre az adójogszabályváltozás. Ha azon valami változás lesz, akkor a decemberi műsorban szívesen Így jövök. van, szaván is fogom. Viszont, mikor megbeszéltük, hogy eljön, akkor azt mondta, hogy szeretne beszélni a cégkapuról, mert még mindig nem unjuk, szerintem a nézők meg kicsit unják. Hát lehet a nézők unják, de akkor nem azok a nézők nézik az adást, akiket ez érint <laughs> nagy valószínűséggel. Tehát a cégkapu kötelezettség még vele. sajnos, még mindig nem teljes körű. Tehát nagyon sok, hát nagyon sok, ez ugye relatív persze, uh -huh. de még mindig van olyan vállalkozás, van olyan egyesület, szervezet, szakszervezet, szövetség, nagyon sok a kötelezetti kör, tehát nagyon sok féle, nagyon sok rétű, és éppen emiatt talán nem mindenkihez jutott még el ez az információ. Tehát a lényeg az, hogy 2019. december 31-én már a meghosszabbított moratórium is lejár, amit uh, ugye a, az elektronikus ügyintézés tekintetében a cégkapu regisztráció kötelezettség uh, ügyben kaptak a vállalkozások, én most csak így mondom, hogy vállalkozások, de érteni Te kell alatt a mindent. Tehát aki, a KFT, BT. Így van, de még mondom az az a egyéni. sportszövetség is akár, tehát aki. aki, aki adóalany. Hát adóalany az, az egyéni vállalkozó is, de ő nem kötelezett. De ő tehát, nem. A, tehát aki cégként működik, de. inkább így mondom, vagy Aha. valamilyen szervezeti formában működik, uh -huh. ő viszont biztos, hogy érintett. Tehát érdemes akkor ennek utána járni. Tehát ő nekik kell. Most azt még tudni kell, hogy nem az adóhivatal, a gazdája ennek a feladatnak. Tehát ezt ugye az adóivatalat gyakran bevonjuk ebbe, vagy bevonják ebbe a vállalkozók, hiszen a legtöbbször valóban rajtunk keresztül, vagy mi, mi, mi hozzánk kerül be a cégkapus kötelezettségen keresztül bevallás, adatlap, beadvány, ellenőrzési anyag, nagyon sok minden, de nem a mi regisztráción kezd. Tehát ezt a kormány, a, cégkapu.hu oldalon kell megkeresni, és ott kell regisztrálni, csak hát az adóivatal nyilván ebben nagyon szorosan és vastagon érintett. És mi lesz azokkal, akik december 31-én éjfélig sem teszik meg? Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető az Ez ő nagyon ügyükben. Így van, ezt a bíróságon, tehát a törvényszéken, a cégbíróságon lehet megtenni, nem feltétlenül az NAV indítja ezt meg, tehát bárki, aki észleli, hogy ez a cég még uh -huh. nem tette leget a kötelezettségének. Ennek a vége, a végkimenetelre sajnos az, hogy a cég törlésre kerül a nyilvántartásból. Tehát egy-két kattintás és érdemes talán ezt a ezt a nagyon-nagyon kellemetlen procedúrát megelőzni, arra még van idő, bő egy hónapig végéig. Így van, tehát erre még Tehát van gyakorlatilag idő. már nincs idő, de még azért van egy picike idő. Decemberben akkor találkozunk. Rendben, jövök. Köszönöm szépen, hogy eljött. És átalakul az unió energiapolitikája is. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az Európai Beruházási Bank 2021 végétől nem finanszírozza az olaj-gáz- és szénprojekteket, ami jelenlegi számítások szerint évi 2 milliárd eurós beruházás csökkentést eredményez. A BBC tájékoztatása szerint az új politika értelmében az Európai Beruházási Bank támogatását igénylő energiaprojekteknek be kell tudni mutatniuk, hogy 1 kWh energiát képesek előállítani kevesebb, mint 250 g széndioxid kibocsátásával. Ez pedig eleve kizárja a szén és az olaj, de a hazományos gázüzemű erőműveket is. Kedves nézőink, ez volt a mérleg novemberben, várom Önöket egy hónap múlva is. Köszönöm figyelmüket!